Csak nem minden jegy elkelt az Ercsi Szociális Szolgálat idei jótékonysági bájára, melyet május 10-én az Eötvös József Művelődési Házban rendeztek. A zene és a tánc mellett az est vitathatatlanul legjobban várt mozzanata az a rövid színpadi előadás volt, melyet a szolgálat dolgozói mutattak be. A témaválasztás is kínálta magát, hiszen az idén választások lesznek. Az ötletes komédiából megtudhattuk, milyen furfangokkal lehet esélye a rafinált kocsmáros asszonynak, a nagyhatalmú feje naggyal szemben, mindez természetesen helyi áthallásokkal megszínesítve. Ki meg akarja hallgatni a jelölti beszédet, ma délután a kocsmába vetélte. A hallgatás alatt az italozás szabad. Tanulja vagyok az itteni életnek. Mondhatom magamat szerencsés embernek. Sok itt a jelölt, közeleg a választás órája, a beszédek helyszíne nem más, mint Borbála kocsmája. Gyere elő, Borbála, te városunk szépe! Kiürült a parkot töltögetni kéne. Piros posgás arcot, hajad mind a kender, lábad előtt hever minden férjen. Nézésed ragyogó, járásod magas. Ezért jár ide minden ercsi fuvaros? Megkértem a fazi edzőjét, hadd hallgathassuk meg a jelölteink beszédjét. Jó estét kívánunk! Jó estét! Jó estét! Végre megnövekszik a vendégforgalom! Jön majd sok új arc, és ne dől meg az unalom. Ha majd jönne az elemi ösztön, vagy elveszi a józan eszem. Nem baj, majd a lábam. Produkciót nagy tapssal díjazta a publikum, mely után a táncé, a tomboláé és a mulatozásé volt a főszerep egészen hajnalig.